Sziasztok, Nagy Bálint jezsuita vagyok, ez pedig itt a Montserrat jezsuita vlog párbeszéd adása. Beszélgető társam Janka Gyuri, öregdiákunk és munkatársam itt a jezsuita vlogban. Sziasztok, én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt a párbeszéd adásban. Ahogyan a múltkor már láthattátok, ilyenkor mindig megszólítunk egy közösséget, akik kérdéseikkel fordulhatnak Bálinthoz. Ez a közösség most a Regnum Marianum közösség volt. Mielőtt a közösségnek a kérdéseit feltenném, ugye ebben az etapban most a sebek és a gyógyulás volt a témánk. Mit gondolsz, van ezen a világon egyáltalán olyan ember, akire azt mondhatjuk, hogy egy teljesen épp sérülésektől mentes, sebektől mentes ember? Szerintem nincs. Mindenki. Ha valaki tanul, ha tanulunk az életben, vagy haladunk, akkor hibázni fogunk, akkor sebeket kapunk, adunk. Az egészség az talán nem a sebzetlenség, nem egyenlő a sebzetlenséggel, hanem az egészségünk az valahol a folyamatos gyógyulás meg növekedésnek a következménye talán. Egészszé válni, vagy az valahogy történik velünk, az ajándékba kapjuk, az nem a sebzetlenségünknek a témája, hanem talán ennek a megváltás útján való haladásunknak, engedésünknek a nagy témája. Károly atya az impulzusában nagyon szépen végigvezette azt a folyamatot, hogy ő hogyan tudott megbocsájtani annak az embernek, aki majdnem megvakította. Igen. És ugye kiemelte, hogy imádkozni kell azért, aki sebet okozott nekünk. És az első kérdésünk az így hangzik, hogy hogyan lehet nekiállni és kitartani az ellenem védkezőket való imádkozásnak? Tehát a hogyan, az egy állandó kérés talán, hogy nem tudunk magunktól, nem olyan egyszerű magunktól ezt elengedni, megbocsájtani, hanem ezt kérni érdemes, vagy kérhetjük. Meg még erősebbet mondott Károly atya, hogy jót kívánni annak, aki bántott bennünket. Na igen. Áldást kérni arra, aki bántott bennünket. És talán ez a keresztény hitünknek, vagy a keresztény hitünknek ez egy nagy titka, hogy szeressük azokat, akik bennünket bántanak, vagy szeressétek ellenségeiteket. Érted? Ez abszurd. Hát eléggé. És mégis ott van egy meghívásunk erre, még akkor is, hogyha kihívás, vagy nem tudjuk olyan könnyen feloldani ezt, hogy persze ez könnyen megy, mert ez senkinek nem megy könnyen, de mint irány, amire Jézus meghív bennünket, akik követjük őt, vagy szeretjük őt, vagy akiket bevon az ő közelségébe, ott van egy meghívásunk ebben való növekedéshez. Egy gondolatom van, ami talán segíteni tud, az pedig annak a kérdése, hogy azokra irányulunk-e belül, akik bennünket bántottak, vagy pedig azt keressük, ahol a gyógyulás van. És ha úgy imádkozom, hogy a figyelmem az oda irányul az Isten jelenléte, vagy keresi, és oda irányul az Isten jelenléte felé, talán könnyebben haladok a megbocsátás útján, mint hogyha a figyelmem mindig a körül van, aki bántott engem. Tehát ez egy ilyen egyfajta perspektívaváltás? Meg hogy mit figyelsz, mit látsz meg? Talán igen. Tehát a te szemszögedből, vagy az én szemszögemből, aki imádkozom, talán egy perspektívaváltás. De amúgy ott van az Isten is, vagy ott van, akihez fordulok. Igen, csak hogyha nem oda nézek, akkor nem veszem észre. Olyan, hogy végsétálsz Budapest belvárosában, hogy a fejedet lefele tartod, hogy ne botolj el, és nem veszed észre, hogy milyen gyönyörűek a kapuk, meg a boltívek, meg... És ott vannak. Egyébként azok ott vannak. Te elmész mellettük. Csak úgy lehet úgy leélni egy napot, egy hetet, vagy egy évet, hogy nem veszük észre azt, aki egyébként ott van mellettünk, vagy velünk. Sokan mondják, hogy az eltört kar is idővel befor, vagy hogy ezek a dolgok, hogy az idő a nagy gyógyszer, és hogy ezek így megoldódnak maguktól, vagy kiforgatják magukat, és ebben az esetben felmerül a kérdés, hogy egyáltalán akkor szükséges-e megbocsájtani. Nem minden sebb for be, vagy mint hogy ez lenne, vagy legalábbis visszatér. A pici tapasztalatom a saját, talán ez, hogy ahol érintett voltam, vagy akár én okoztam fájdalmat, vagy engem bántottak meg,
ha nem tudok megbocsájtani még, akkor azok, amikor csönd van, vagy terek lesznek, akkor azok az érzések előjönnek, főleg ott, ahol elő tudnak jönni. Jálics Ferenc atya, amikor tanított bennünket imádkozni, vagy volt lehetőségünk nála a lelki gyakorlatot végezni, akkor ő beszélt ezekről, amikor a csöndben így átmegy, jönnek ezek az érzések, és az Isten jelenlétében, ahogyan ő jelen van számomra, és én jelen vagyok az ő számára. Itt előjönnek ezek a belső mindenféle érzéseink. És ugye ennek helye van, hogy ezektől nem kell megijedni, hanem valahogy az Isten jelenlétében átszenvedjük, átmegyünk vele azokon a dolgokon, amelyek megváltásra szorulnak. A kell az erős szó azért, igazából szeretnénk megbocsájtani. Nekem nagyon sokat segített Edith Éva Égernek a Döntés című könyve, meg a vele való beszélgetések, vagy podcastok, ami róla szól, vagy ahol ő beszél. És ő fejti ki egy nagyon érdekes gondolat ez számomra. Hogy ő a holokauszt túlélő, igaz? Igen, igen. Aztán Los Angeles mellett él, vagy ott él. És a gondolata pedig az, hogy a megbocsájtás azért fontos, mert ha nem bocsájtasz meg, akkor összekötöd az életedet örökre azzal, akinek nem bocsájtottál meg. Ez az ő tapasztalata, hogyha, és neki, tehát van oka meg nem megbocsájtani, vagy hát akiket tényleg bántottak, komolyan bántottak, ott nagyon erős, és nem mindenki tud megbocsájtani, vagy nem mindenki képes saját erőből megbocsájtásra. De a gondolat maga, hogyha nem vagy képes, vagy nem teszed meg, akkor azzal az illetővel fogsz ébredni, vagy azzal az illetővel fogod leélni az életedet, akinek nem bocsájtottál meg. És az nagyon, nagyon megdöbbentő gondolat. Hogy ez nem pusztán egy, a megbocsátás nem pusztán egy jámbor cselekedet, amit olyan jó lenne, ha így élnénk, hanem mintha szükség, mintha egy alapvető emberi feltétele lenne a szabadságnak, amire az Úr is vágyik neked, meg nekem, hogy tudj szabad lenni. Tudj olyan ember lenni, aki egészen él, nem csak félig. Hát az biztos, hogy sokkal természetesebben lehet úgy élni, hogyha nem kötnek le minket ilyen békjók. Én azért igyekszem úgy rendezni az életemet, meg a konfliktusaimat, hogy van az a mondás, hogy hát nem feltétlenül arra gondolok most, hogy nyugtával dicsérd a napot, de hogy ne teljen el úgy, ne feküdj le úgy aludni, hogy nem beszélted meg ezt valakivel, vagy hogy nem rendezted a konfliktusaidat. Uh-huh. És ez tényleg segíti szerintem az embert. Uh-huh. Amit így a mi jezsuita lelkiségünkből tanulok, vagy újra és újra tanulok, az valahogy az a... Amit már említettünk is ebben a vlogban, ez a szerető figyelem imája, az egzámennek az imája, amit diáként is Miskolc beszélt tőle, emlékszel, hogy ti is gyakoroltunk persze, veletek még diáként. Az egzámennek van egy pontja ennek a vizsgálatnak, vagy azt keresni, hogy az Isten, a Szent hogyan mutatta meg nekem, hogyan közeledett hozzám a mai nap folyamán. Van egy olyan pontja ennek az imádságnak, amikor valahogy hogy nem akarok megtartani magamnál semmit, ami nyomaszt, ami nehéz, ami bűnös, ahol nem sikerült, hanem valahogy odaengedem az Isten jelenlétéhez. És nem csak a jót viszem oda, hanem valahogy nem akarok úgy lefeküdni, amit mondtál az előbb, hogy nem akarok úgy lefeküdni, hogy pusztán a körül forgok, ami nem megy, vagy nem sikerült, hanem még a bűneimet sem tartom ott, hogy ezek az én bűneim, hanem valahogy ilyen szelíden odaengedem az ő jelenlétéhez, hogy ideadom még nem csak a jót, hanem azt, mindazt, aki vagyok. Hát ez kicsit az, mint Szent Ignácnak az imája, nem? Amit koli miséken is, vagy ilyen gitáros miséken hallgathatunk, hogy fogadd el, Uram, szabadságomat, mindazt, ami van és ami igen. Vagyok. Ez a lelki gyakorlatos könyvnek a negyedik hetének a szuszcipe, latinul szuszcipe imádság. És tényleg, mint hogyha az a tapasztalat lenne, hogy nem pusztán így visszaadni, vagy hanem azáltal, hogy odaadjuk, hogy visszaadjuk, még nagyobb biztonságba kerül az életünk. Tehát olyan érzés sokszor, hogy nem, ezt én kontrollálom. A gyengeségeimet, a hibáimat, a sebzettségemet, azokat, hát amúgy is nehéz ezekről beszélni, meg szégyellem sokszor, meg fáj, meg
kiszolgáltatottá tesz maga a téma, vagy erről beszélni. De ha ezt oda tudom engedni az Isten, ha visszaadok neked, Uram, visszaadok mindent. Ez nem azt jelenti, mintha ez nem az lenne pusztán, hogy jó, akkor pusztán elengedem, hanem az egész életem egy még nagyobb biztonságba kerül. Nagyon vigasztaló nekem egyébként, hogy a feltámadott Jézus megjelenik, a sebek ott vannak. Megdöbbentő ez. Hogy mint hogyha a sebek bizonyos értelemben nem múlnak el. Tehát az Úr sebei ott vannak a kezén, meg az oldalán, és azt kérdezi, hogy mert megérintheted. És ez a mi sebeinkről is szól, hogy a gyógyulás azt talán nem azt jelenti, hogy nincs ott a helye. De a sebzettségem, mint hogyha ott már nem lehúzna, nem kell körülötte forognom, nem bezár, nem a szorongásaimba és a félelmeimbe lehúz, nem halál az eredménye, hanem valahogy ebből ott van ez a feltámadott ereje, vagy élet. Érkezett egy ilyen nagyon emberi megállapítás és kérdés. Nagyon nehéz megbocsájtani, amíg előtte a másik orra alá nem dörgöltem a hibáit. A legtöbb esetben ez csak sérti a büszkeségemet, vagy igazságérzetemet, amit félre kéne rakni, vagy ez pont egy jól működő ösztön, ami azt segíti, hogy értelme legyen a konfliktusnak, és a másik tanuljon a félreértésből? Ehhez mit szólsz? Nagyon jó, nagyon, nagyon valós. Én akkor tudtam növekedni, ilyen rendtársaim, tehát ahogy fölnövünk egy rendi közösségben, meg hát tanulunk közösségben élni, akkor kapunk visszajelzéseket. És ez segítség, de egy jó párkapcsolatban is megtörténik ez, vagy egy jó házasságban, hogy a párod, vagy a társaid, társad ad egy visszajelzést rád. És akkor az a tapasztalatom, így a rendtársi tapasztalatom, hogy akkor tudom elfogadni a visszajelzést, hogyha szeretettel adják. Hogyha érzékelek a hangnemben, meg a hozzáállásban valami jó szándékot. És akkor pedig bennem van egy ilyen védekezés, amikor csak beszólnak, vagy elmondanak valamit. És lehet, hogy igaz, tehát fejben tudom, hogy igaza van, és tényleg elrontottam, vagy tényleg olyasmit tettem, ami nem volt jó, vagy nem volt fair. Tehát fejben tudom azt, hogy tényleg mondjuk hibáztam. És a visszajelzés is valós. Igen, csak ez például néha annyira nehéz velem, például azt szokott nagyon sokszor megesni, mondjuk bemegyek egy boltba, és akkor, mit tudom én, kasszai szituáció, és akkor így értelmetlenül beszól nekem az eladó. Például nem csináltam semmit, csak mit tudom, letettem oda a kenyeret, vagy mit tudom én, és akkor oda szúr egyet. És hogy sokszor az az érzésem, hogy ha valahogy így finoman, intelligens ember módjára próbálom ezt neki visszajelezni, hogy így, hello, ezt azért lehet, hogy nem így kéne, az így nem jut el hozzá. A saját tapasztalatom az, hogy nagyon függ, hogy hogy vagyok. Hogy jó helyen vagyok-e belül. Tehát akkor reagálok jól ilyen helyzetekre, ilyen váratlan helyzetekre, hogyha lelkileg jól vagyok. Tehát pihentebb vagyok, ha van az Isten jelenlétében, időztem aznap reggel, vagy egy imából megyek el a közérbe vásárolni, és akkor ha ott történik egy, tehát ha jól vagyok lelkileg, vagy jó helyen vagyok belül, akkor ezeket a helyzeteket könnyebb kezelni. Nekem nagy segítség az, meg mint út, ahol ez a fajta készségem kialakul, az Jézusnak a szemlélése. Ahogyan az evangéliumokban őt látom, vagy látjuk, ahogyan ő viszonyul váratlan helyzetekhez. Ahogyan ő viszonyul igazságtalansághoz. És csak szemlélni azt, hogy ő hogy válaszol, ő hogy van jelen. Mondok példát. Amikor a katona megüti őt. Teljesen igazságtalanul. És akkor visszakérdez, hogy miért ütsz engem? Hogyha valami rosszat mondtam, akkor mondd el, mit mondtam rosszul. De ha nem mondtam semmi rosszat, akkor miért bántasz? Ez nagyon erős. És csak szemlélni azt, hogy ő hogy reagál egy igazság, teljesen igazságtalan bántásra. Vagy egy másik helyzetben Pilátus nem mond semmit. Semmit nem reagál. És feszélyezi a környezetét, hogy miért nem mond valamit, érted? De valahogy abban a helyzetben azt érzékel, hogy nem kell mondjon. Ami a mi munkánk, meg a te munkád, az az, hogy jó helyen vagy-e?
te, én úgy élek-e, hogy visszatérek abba a térbe, ahol az Istennel lehetek, ahol vele vagyok, ahol szeretni tudok, ahol ez a meggyógyulás folyamata történik az életemben. És ha itt vagyunk, jobban reagálunk váratlan, igazságtalan helyzetekre, és nem kell tudjuk, hogy kell reagálni. Bálint, szerinted a megbocsájtáshoz mindig két fél kell? Ha keresztényként gondolkozunk, szeretnénk érezni, akkor igen. Te és az Isten. Na most ezt egyből helyre raktad, mert nem tudom, én például, amikor feltettem ezt a kérdést, egyből magamra és mondjuk a bántóra gondoltam. Tudom, abszolút. A regnumiak, akik feltették ezt a kérdést, ők, vagy valószínűleg a kérdés mögött ez van, hogy két fél kell ahhoz, hogy megbocsássunk. És ha két emberre, tehát a sebzett és a sebző viszonyára gondolunk, akkor nem kell két fél. Ajándék, hogyha lehet, de nem mindig lehetséges. Mi van akkor, hogyha a fél, aki megbántott, már nem él? Akkor nem lehetséges a megbocsájtás? Vagy mi van akkor, hogyha az, aki bántott, az nem is tudja, hogy megbántott? Van egy másik fél, aki segít a megbocsájtásban, és a mi keresztény hitünk szerint nem kell egyedül, hanem itt van velünk az Isten, aki értünk átment ezeken a bántásokon, aki ismeri ezt a folyamatot. És hogy ha be lehet vonni az Istent ebbe a folyamatba, vagy a saját imádságodba, imádságomba, sikerül nem egyedül, hanem vele együtt, hogy az Úr jelenlétében tudunk igazából megbocsájtani, vagy segít, az Isten segít nekünk ebben a megbocsátásnak a folyamatában. Most ebben a két szereplős kérdésben úgymond benne megfogalmazódott egy másik kérdés, ez pedig eszembe jut még a középiskolából Csehovnak a Csinovnyik halála című műve, ahol ugye a főszereplő nem tudja feldolgozni, neki megbocsájtottak, hogy szerinted létezik olyan, hogy 1000-szer, vagy 70-szer, 7-szer akarunk bocsánatot kérni, és egyszerűen hiába bocsát meg, azt érzem, hogy de hát ez így nekem kevés, vagy nem elég, hogy szerinted ez a jelenség, ez valós, és hogy ilyenkor például mit lehet tenni? Hú, persze, de fú, ez nagyon, nagyon jó, hogy ezt idehoztad, Gyuri, ez abszolút. Ez egy nagyon valós érzés, hogy magunknak megbocsátani talán a legnehezebb. Hogy halljuk azt, hogy másik megbocsátott már, de valahogy azt elengedni, azt elengedni, hogy én hibáztam, vagy amit én tettem, az nagyon-nagyon nehéz. Vagy sokszor nehéz. Nagyon tékozló fiús ez, nem? Hogy apám, mi arra sem vagyok, ne, csak a béreseid közé fogadj be. És nem bírom, ez a szeretet, ez túl sok nekem. Tehát ez nagyon emberi. Ugyanakkor pedig, mi van akkor, hogy ő tényleg megbocsájt? És mint hogyha gyakorolnunk kéne azt, hogy engedjük a szeretetet. Engedjük azt, hogy egy közösség visszafogadjon. Engedjük azt, hogy a párunk megbocsátott. Engedjük azt, hogy tényleg hazatalálhatunk lelkileg újra. Ami segítség, ami nagyon nagy segítség, az több minden. Az egyik az, hogy a Szent Jónás a mi hagyományunkban, a mi katolikus hagyományunkban a Szent Jónás segítség. Hogy ki tudjuk mondani, azt őszintén kimondjuk egy másik ember előtt, aki az egyházat képviseli, aki a közösséget képviseli számunkra, hogy ez van, ezt látom, fáj. És amikor a pap megadja a feloldozásnak a szavait, akkor hallod azokat a szavakat, hogy az Úr visszafogad, hogy ő megbocsájt. És ez nagy ajándék nagy ajándék ezt hallani. Ez persze papként nem tudok erről többet beszélni, mert van a gyónási titok, ami köt bennünket, de annyira átadnám sokszor azt az érzést, amit átélek papként a Szent Gyónások alatt, hogy emberek hosszú éveket várnak arra, hogy le tudják tenni, el tudják engedni azt, ami körül, ami fájt nekik, ami körül az életük megkötődött, vagy... És hosszú évek után van egy pont, amikor le tudja tenni az Isten jelenlétéhez. És amikor az egyházon keresztül ezeket a szavakat hallja, és engedi, hogy az Isten megbocsásson, és megbocsát, ilyen értelme megbocsát önmagának is, olyan akkora ilyen szabadsággal vagy élettel lépnek ki emberek a gyónásnak a teréből, hogy többször volt ilyen élményem,
hogy azt éltem át belül, hogy na, ha most meghalnék, megérte élni. Ha csak ezért a gyónásért éltem, emberek 10, 20, 25, 30 éveket vagy többet hordoznak bűnöket, fájdalmakat, és része lehettem a gyógyulás, a szabadság eszközének. Hihetetlen mély ajándék ez. A másik, amit látok, és ami segítség abban, hogy megbocsássunk magunknak, hát az imádság igazából furcsa módon. Tehát annak a gyakorlása, hogy nem csak önmagadat nézed, nem csak a bűnödet nézed, hanem te, aki imádkozó ember vagy, a figyelmedet önmagadról a te felé, a másik felé kezded irányítani. De gyakorolnunk kell együttérezni. Szerintem, mint hogy az első az őszintesség lenne, hogy nem letagadni azt, ami van, amit átélek, hogy ez nehéz, hogy ez fáj, hogy megbántottak. Valami együttérzést gyakorolni saját magunkkal is. Hogy akkor nem láttad. Akkor még fiatal voltál talán. Akkor önző voltál. Akkor csak magad körül forogtál. És ma már, ha láttad, máshogy tennéd. És ez tök nehéz, hogyha bölcsebb lettem volna akkor, hogyha láthattam volna, akkor tuti nem így döntenék. De akkor nem láttam ezt. És valahogy azzal az együttérzéssel, hogy ez van. Eddig folyamatosan olyan helyzetekről beszélgettünk, amikor általában vagy nekünk okoztak sebet, vagy mi okoztunk sebet, akár másnak, akár magunknak. És a következő kérdésben kicsit kilépünk ebből a kétoldalúságból, két szereplőségből, és arra kéne rátekintenünk, hogy mit lehet tenni akkor, hogyha a sebet nem én okoztam magamnak, nem is egy másik ember, hanem a helyzet szülte. Például, ha valaki egy természeti katasztrófa áldozata lesz, vagy mondjuk egy leendő édesanyja elvetél. Vannak nagyon-nagyon kemény élethelyzetek, ahol a legőszintébb válasz az az, hogy elnémulnak a szavak, nem értjük. Minden emberi szó így ügyetlen, törékeny, igazság, nem fair okoskodni, nem fair bölcsességet mondani. És itt érzem ennél a pontnál ezt, ez az első, amit így valahogy ki szeretnék fejezni, hogy a könnyek maradnak. A nem értem marad. Én magam ember vagyok, nem tudok válaszolni minden olyan kérdésre, ahol akár családomban, akár papként, akár bevonódom, belehívnak olyan élethelyzetekbe, ahol nincsenek válaszok. Nem értem. Nem értem, hogy történhet meg. Eltemetni egy csecsemőt, vagy ott állni egy ártatlan ember szenvedése mellett. Szóval az első, valahogy ennek a csöndje vagy könnyei az, amit idehoznék. Nem értem. A másik, és eszembe jutnak azok a nagyok, akik előttünk járnak, akár rendtársak, akik börtönben voltak, vagy nem csak a mi katolikus vagy keresztény körünkből, hanem nagyon sok zsidó barátunk, vagy akik írtak, vagy leírták, mit éltek át a holokauszban, vagy mit éltek át a börtönökben, de rendtársaink is, hogy vagy akár ilyen tehetetlen élethelyzetekben, hogy valahogy, mintha az Isten ott lenne mellettük velük, és neki is fájna. Az Istennek is fájna. Ez picit ez, amit a húsvétkor, nagy héten ünneplünk, vagy amin átmegyünk, hogy de ez az alapérzés az ez. Miért nem jött le a keresztről, Gyuri? Miért bántották azt, aki semmi rosszat nem tett? Miért nem csapod azoknak, akik igazságtalan arcot ütik, és keresztre feszítik? Miért nem adja jelét annak, hogy ő hatalmas Isten? És ez az az iszonyú erős feszültség, amit ilyenkor átélünk. Hogy miért nem szólt be egy természeti katasztrófánál? Miért nem akadályozta meg ezt vagy azt? És az Úr maga sír. Tehát Jézus maga sír ott a Getsemáné kertben, hogy nem értem. Múljék el tőlem ez, nem értem. És ez az, ami botrány. Tehát amit úgy ír az evangélium, hogy a pogányoknak balgaság, ennek semmi értelme. A zsidóknak ez botrány, hogy az Isten gyönge. És nekünk keresztényeknek pedig az életünk útja meg iránya.
hogy valahogy nem a gyöngeségi az utolsó szó. Ez Isten egyszerre a teremtő és mindenható Isten, és egyszerre az, aki rád bízza önmagát, aki kiszolgáltatja önmagát, aki gyenge, aki rád szorul. És hogy vannak élethelyzetek, úgy tűnik, édesapám halálakor értem ezt, én át nagyon mélyen egyébként így személyesen, amikor már nem tudott beszélni, és ott voltam a Budakeszi hospice-ban hunyt el, és akkor ott lehettünk mellette, és akkor így megfogtam a kezét, vagy egy picit még így megszorította a kezemet, tök emlékszem rá, hogy így reagált, de hogy nincsenek szavak. És valahogy az ő jelenlétében mégis ilyen valami olyan, mint hogyha ott lettem volna abban a szent térben, ahol furcsa módon egyszerre biztonságban voltam, és valahogy helyén volt minden, és egyszerre nagyon borzasztó nehéz volt. És hogy mint hogyha átmennénk az életünkben ezeken a tapasztalatokon, ahol a szavakon túl talán az Úr sír velünk. Talán neki is fáj az, ami veled történt. És amikor még ezt idáig a pontig nem jutunk el, hanem mondjuk nagyon az elején vagyunk egy ilyen élménynek, akkor lehet például haragudni az Istenre? Persze, hogy lehet. Persze, hogy lehet. Tehát ez az alapérzésünk, hogy miért történt ez meg velem, vagy miért engedted meg. Rögtön ezek az érzéseink jönnek elő. És még egyszer, az előbb is, amit gyakorlunk is, meg az előbb is beszéltünk, hogy az első az, hogy merjünk érezni, merjünk őszinték lenni. Ezt éljük most át. De ez nem az utolsó, nem a vége a folyamatnak, hanem az eleje. Meg átéljük ezt a fajta dühöt, vagy haragot. Mint ahogy sok Zsoltár is, ahogy a Szentírásban olvassuk a Zsoltárokban ezeket, nagyon emberi érzéseket. De az iránya az, hogy ezeket kimondjuk neki. Tehát nem pusztán magával, a haragommal akarok időzni az imádságban, mint ahogy amit oda viszünk, hanem oda viszem a haragomat, kimondom neki, ha bármilyen érzésem lenne, és aztán rátekintek. Hogy azáltal, hogy kimondjuk az Istennek az érzéseinket, tényleg, mintha ez történne, hogy láthatjuk azt, ami onnan jön, nem amit mi visszünk, hanem ami felőle érkezik. És a kérdés, az tudunk-e haragudni valakire, aki szeret bennünket? Tudunk-e haragudni igazságtalanul valakire, mert azt gondoljuk, hogy ő azt tette, hogy csomót így lefutjuk a köreinket így, az Istennel is. Na, ő biztos azt fogja mondani, hogy na, ő tuti azért tette ezt, hogy de nem neki mondtuk még ki, hanem magunkban haragszunk, vagy magunkban vagyunk dühösek, vagy magunkban félünk. És amikor kimondjuk felé, vagy kimondjuk neki, ott láthatjuk az ő érzéseit is. Vagy reméljük, hogy látjuk azt, ahogyan ő válaszol, ő érez. Szóval a kérdésedre, vagy kérdésre, a nagyon mély kérdésre a válasz az az, hogy az iránya a válasznak az, hogy igen, érezhetünk ilyet. De hogy ő mit érez, ő tényleg rosszat akar, ő tényleg bántott-e, ott óvatosan. Mert ott jó lenne tudni, hogy tényleg mit válasz egy adott helyzetben, mi az, amit felőle érzékelünk. És amikor ott vagyunk, ott ő nem bánt. Ott, amikor oda jutunk lelkileg, az Isten tényleg jó Isten. Aki átmegy velünk tehetetlen helyzeteken, tragédiákon, életünk nehéz helyzetein. De a hitünk, meg a reményünk az, hogy amikor átmentünk, utána jönni fog a megoldás, jönni fog a megváltás, jönni fog a feltámadás. Mint hogy nem csak ez lenne, nem ebben a látható, ebben a konkrét, látható fizikai világban lenne vége, hanem van egy, ahova haladunk, ahova irányul az életünk. Gyuri, elérkeztünk az adás végéhez. Köszönöm a mély kérdéseket, meg a jó beszélgetést neked is, meg a regnumiaknak, akik elküldték a kérdéseiket. Nagyon hálás vagyok. Talán jó lenne egy kis csönddel befejeznünk, de arra bátorítunk benneteket, akik követtek bennünket, akik hallgattátok ezt a párbeszédadást, hogy folytassátok a kis csoportjaitokban, baráti beszélgetésekben azt, amiről beszéltünk. Folytassátok a saját tapasztalatotok megosztását, és gyakoroljuk még ezen a héten azt a gyakorlatot, amikor a mi atyánk szavait szép lassan imádkozzuk, és oda visszük önmagunkat, érzéseinket az Isten jelenlétéhez. Köszönjük, hogy velünk voltatok, a jövő héten találkozunk. Ha segített ez a beszélgetés, akkor iratkozz fel a YouTube csatornánkra, és kövess bennünket a közösségi médiában.